Sziasztok! Hello, Szia, Adri, jó reggelt! hello! Jó reggelt, sziasztok! Szép ez az ing rajtad. Úgy döntöttem, hogy a függönyhöz öltözöm ma. Na. Köszönöm, meg itt egy kicsit az ünnepi csillogás, azért most már így lassan-lassan behúzhat. Legalább egy picit, és csak be kéne állítsam a kamerát, na, nagyjából jó lesz. Na, hát Jaj, sziasztok! hogy vagy? Jó. Kicsit elhiszem, hogy hatással van rám amúgy az időjárás, és ilyen, de aztán mindig valahogy így felhozom magam egy szintre, hogy jó legyen, de mindig rájövök, hogy nekem a könnyű az, hogyha nem ilyen országban élek, ahol van ilyen idő, hanem olyan helyen, ahol ugye meleg van, meg ahol tengerpart, meg a nap, csak nap legyen. Igen, És egyébként. Ja, mondjad, ezt nem majd mondom. És? nem csak arra akartam rákanyarodni, hogy ugye tegnap abba hagytuk ott, hogy behoztam ezt az őrült mondatot, és hogy azzal megyünk ma ugye tovább. Úgyhogy mondd el, amit szerettél volna, mert szerintem lehet, hogy ez még az előzőhöz tartozik, az én mondandómhoz, aztán majd utána ezzel folytatjuk. Nem, igazából én is a tegnapra akartam volna rákötni ezzel, hogy miben akkor, hogyha amúgy ez is csak egy érdekes nézőpont, hogy befolyással van ránk az időjárás. Tehát, hogy ezek ilyen, és hogy tényleg akár ilyen apróságban is rá lehet nézni arra, hogy igen, szürke, nyákos, borzalmas, nem tudom, most nem nézek ki itt mögöttem, de hogy alapvetően tényleg ettől függ. Tehát, hogy csak így ez jutott még hozzá eszembe. De mondjuk tény és való, tehát azért az elvitathatatlan, hogy ha nyár van, napsütés és tengerpart, akkor mintha egy kicsit minden porcikám az enyém is jobban táncikolna. De amúgy, és ez meg egy következő témánk lehet, hogy mi van, hogyha ez is amúgy csak egy választás kérdése. De most örült mondatozzunk. Igen, meg nem csak az jutott nekem közben eszembe, hogy nekem, amikor mindig azt mondják, hogy azt mondták régebben, hogy mi van, ha ez is csak érdekes nézőpont, mi van, ha ez is, akkor egy kicsit belebolondultam, és így csak szeretném ezt odaadni nektek, hogy lehet, hogy minden egyes gondolatunk magunkról, meg mindenről, minden is az, hogy én a tengerparton érzem jól magam, csak érdekes nézőpont, de hogy ne bolonduljatok ebbe bele. Tehát egyszerűen nem kell mindenben keresni azt, hogy ez csak egy érdekes nézőpont, és akkor nem megyek sehova, mert itt kell boldogulni Magyarországon, és ez csak egy érdekes, hanem menjetek azzal, ami a legelső eszköz volt, amit mi itt csináltunk az Adrival, hogy nekem mi a könnyű, és akkor nem kell kínoznod magad csak azért, hogy bebizonyítsd, hogy ez egy érdekes nézőpont, hanem ami könnyű, az a könnyű neked melegben, vagy akkor menj melegbe, tehát hogy nem kell Persze. sanyar. Tehát, hogy ezeket az eszközöket, meg kérdéseket ne arra használjátok, hogy bizonyítsátok, hogy szarok vagytok, és ezt is rosszul látod, azt is rosszul látod, és hogy tiszta a gáz, amiket kimond a szád, mert nekem volt olyan, amikor ennyire, már azt is szégyeltem, hogy azt sem tudtam, mit mondjak, mert hogy mindenben már azt kerestem, hogy Úristen, itt én hol ítélkezek, itt hogy kéne ezt másképp fogalmazni, hogy ez ne úgy hangozódjon, és így le kell szarni. És hajlandónak kell rohadéknak lenni, és hajlandónak kell tényleg választani, ami neked jó, és kész. De hogy csak, hogy lehet ezzel az érdekes nézőponttal tisztogatni, és légy rá, tehát amikor jön, hogy na akkor ez érdekes nézőpont, akkor menjél azzal, de hogy ne tegyétek magatokat egy totál, meg semmisült, rossz alakká, meg mindenben azt keresni, hogy az most akkor úristen megint ítélet, és fú, és hol, és miért, hanem csak lazán, szerintem. Ja, egyébként abszolút igaz, tehát én nem tudom te, hogy vagy vele, én messze vagyok még attól, hogy ilyen zen buddha legyek, és nem tudom, ki sem mozduljak a belső egyensúlyomból, de nem is biztos egyébként, hogy ez a cél. Tehát, hogy így én szeretnék jól, és akármit is jelentsen a jól, de leginkább így könnyeden élni. Tehát, hogy, és hogyha ebben, és ebben simán belefér, hogyha éppen olyanomban, hogy hisztizek, toporzékoljak, bekengjek 2 napig, vagy egyik, csak ezeket mindig kicsit tudatosan, és ezek az eszközök, amikről itt beszélünk, alapvetően szerintem mind-mind abban segítenek, hogy egy kicsit így tudatosítsd, hogy hogyan működsz, hogy mit tudsz csinálni, mivel tudod kikönnyíteni az életedet, hogy aztán ebben így ne ragadjál bele. De hogy alapvetően így ki lehet belőle mazsolázni, hogy nekem most ez működik, ez, és akkor jön a könnyű,
Tehát, hogy nekem ez igaz, ezzel tudok menni, ez hagy, az Úristen, ez hülyék ezek erről, ez nem az enyém, akkor ezt meg hagyd a fenébe. Tehát, hogy igen, ez ilyen, ez egy étlap. Egy eszköztár, amiből így lehet válogatni. Kérem a levest, kérem a túrógombócot, nem kérek cigánypecsenyét. Hát végül is igen, igen. Hát igen. Nem, 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 csak így, ne, én nem tudom, hogy hol, elvesztettem teljesen a fonalat most. Nem tudom, mit mondtam utoljára, vagy mire mondtad ezt, amúgy most egy kicsit Ja, így hogy ne őrüljünk bele abba, hogy ne tegyük magunkat rosszá azért, mert megint nem használtuk mindent, nem használtuk jól, nem használtuk. Szerintem, hogy is mondjam, én ugye buddhista főiskolás voltam, és mindig törekedtem arra, hogy megvilágosodjak. Ez vagy nagy cél volt, meg ez sok embernél nagy cél, mert piedesztere emeljük a megvilágosodást, és azt gondoljuk, hogy a megvilágosodott ember nem ítélkezik, nem csinál semmit, csak izé jó fej, csak jó szívű, és voltam is ilyen elvonulásokon, tíznaposokon, vipasszanán, ilyesmin, és ott is igazából nagyon jó energetikájú volt maga az a tanító, aki ott ült, de valami nem volt. Tehát, hogy valamit úgy, amikor valakire ráhúzzuk, hogy ő megvilágosodott, meg mester, meg minden, akkor átadjuk magunkat szerintem annak, hogy ő jobb, mint mi, és mi csak alatta lehetünk. És közben ő ugyanúgy, és itt én mindig csalódtam ezekben a mesterekben, akár legyen Pránanadisról, vagy bármiről, aki egy ideig a tanítom volt, mert egy ilyen embertől, akitől azt várod el, hogy megvilágosodott legyen, vagy jó legyen, azt várod el, hogy ő ne dohányozzon, ne káromkodjon, ő tényleg egy ilyen szent és sérthetetlen legyen, aki mindig mindenkivel kedves, nincsenek hátsó szándékai, stb. De ezzel, hogy egy ilyen illúzióba rakjuk őt, mi csak szarabbak lehetünk nála, ez az egyik. A másik meg az, hogy illúzióba tesszük magunkat is, hogy csak akkor leszek elég jó, ha én is ilyen leszek. Majd utána kiderül ezekről az emberekről, hogy amúgy cigizget, meg mi ezt csinál, meg azt csinál, meg azt csinál, és totál összetörik benned a mester, meg a tanító a képe, és igazából a törekvésed képe is, mert illúzió volt az egész. Még mi emberi testben vagyunk, szerintem nem az a megvilágosodás, amikor te sosem ítélkezel, meg sosem baszod el, meg sosem csinálsz semmi rosszat, hanem az, hogy törekszel arra, hogy jobban válasz legközelebb, hogy egyre önazonosabb legyél, hogy magadhoz képest, a tegnapi önmagadhoz képest jobbá, nem is jobbá, mert az azt jelenti, hogy tegnap rossz voltál, de hogy így fejleszd, tudatosabbá varázsold. És igen, ez az, amin így elgondolkodtam, amikor így mondtad ezt, hogy a megvilágosodás az nekem már nem azt jelenti, amit mondjuk 5 évvel ezelőtt, hogy így egy ilyen buddhista izébe így ülsz, és így, hanem azt, hogy nem reagálsz már úgy, amikor valaki rálép a tyúk szemedre, akkor te ezzel okéba kerülsz, és nem az van, hogy rohadjál meg, mindjárt én is agyonverlek, hanem már nincsen benned egy ösztönös reakció, már nincsen benned az, hogy megüsd, vagy hogy rálépjél te is, és bosszút álljál, vagy hogy elküld az anyjába, vagy hogy magadat rossz eltett, hogy mekkora béna vagy, hogy veled mindig veled történik ez, hanem egyszerűen csak így, és nem is azt jelenti, én mindig ettől féltem, hogy a megvilágosodott emberek akkor nem éreznek semmit, hogy azok így, ilyen, mint egy ilyen szociopaták, így nem éreznek semmit, és ez sem igaz, de hogy nem éreznek, csak már nem úgy reagálnak dolgokra, mint ahogy mi, amikor hevesek vagyunk, mi, amikor elhisszük, hogy ez rólunk szól, mi, amikor ugye belekerülünk ebbe, hogy ez velem történik, hanem éreznek, de hamar visszabillennek a baláncba és az egyensúlyba, és átlátnak ezen az egész dolgon, hogy ez nem róla szól, hogy ez egyszerűen csak véletlen, és nem akarja belelátni, hogy Úristen, ez mi, ez egy jel, ez azt jelenti, hogy nem tudom, valamit jelent, hanem egyszerűen csak így áramolnak ebben az egyensúlyban, ami nem állandó, hanem kibillensz belőle, aztán lesüllyedsz, aztán vissza, de amikor szerintem azt tudja, hogy a változás maga az, ami állandó. És ez szerintem a megvilágosodás, meg ez az út.
hogy ezen jársz, és megtalálod a balanszodat. Valahogy így. Nem is tudom, hogy kerültünk a megvilágosodás témájához, hogy az őrült tudatból. Úgy, ez a témát, hogy úgy, hogy így valahogy így azt éreztem, hogy erre muszáj így rá muszáj akkor így megdumálni. De szerintem egyébként passzol is, mert az őrült mondat, és ezt tegnap ugye már mondtuk, és akkor így mondjuk így, tegyük ki, ez micsoda, ez ugye az excessnek az egyik eszköze, ami egyébként ilyen nagyon-nagyon furán hangzik, legalább úgy, mint a tisztító mondat, csak itt értelmes szavakból áll össze. Ugye ez a minden az ellenkezője annak, aminek látszik, és semmi sem az ellenkezője annak, aminek látszik. És én ezt tudom, hogy amikor én ezt így először hallottam, akkor klasszikusan abban a szituációban voltam benne, hogy így az agyam az így szét akart robbanni. Tehát így folyamatosan ment benne a zsongás, ment benne az őrület, újra és újra és újra és újra végigjátszottam bizonyos szituációkat, mit kellett volna csináljak, mit tehettem volna másként, hogyan megyek belőle ki, mit csinálok újra. Klasszikusan az, amikor lefekszel, megpróbálsz elaludni, és akkor nem tudom én, 10-ről hirtelen 11 óra lesz, aztán ránézel az órádra 11:30-kor, aztán már 12:30 van, 2, és az agyad még mindig megy. És akkor adták nekem oda ezt a mondatot, és kb. Az volt az használati utasítás, hogy ahelyett, hogy a báránykákat számolgatnám, ahogy ugrálnak át a kerítésen, és majd egyiknél elalszom, hogy inkább ezzel menjek. És hát, és arra biztosan nagyon jó volt, hogy nekem kisütötte az agyamat úgy, ahogy van. Mi van? Minden az ellenkezője? Semmi nem az ellenkezője? Ez mekkora idiótaság? De itt pont kidobott abból a folyamatos pörgésből, amiben így benne voltam. És én tudom is azt magamról, hogy én leginkább akkor szoktam ezt használni, amikor így belemegyek ebbe a spirálba, így az agyamnak a labirintusába, hogy na jó, akkor merre megyünk, hogyan megyünk, azt szoktam csinálni, terere, 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 és hogyha ott el tudom időben kapni, akkor ez így nagyon jól ki tud zökkenteni. És talán pont ebbe a szemlélődő dologba hoz vissza, amit szerintem itt most egy kicsit így a megvilágosodás kapcsán kezdtünk el feszegetni, hogy abba az állapotba jutsz, amikor egy kicsit így felülemelkedsz, amikor már így rá tudsz nézni másképp a dolgokra. Én lehet, még ezt sem mondanám így feltétlenül, hanem csak azt, hogy ugye ez a minden az ellenkezője, hogy van egy ítéleted valamiről, és az is igaz, meg annak az ellenkezője is igaz, és egyszerűen nem igaz, és így azért klassz szerintem, ez minden az ellenkezője annak, aminek látszik, semmi sem az ellenkezője annak, aminek látszik. Mert hogy ugye benne vagyunk ezekben a, mi is ez a pont itt, amikor így benne vagy abban, hogy forma és struktúra és kontroll és mondjuk mész most az ünnepekre, és ott is egyszerűen fogadd el már most előre, és szeretném, hogyha ezt elvinnéd tőlem, hogy megengedem neked, hogy elbazd, és el is fogod. És hiába hallgatsz minket, vagy akárki mást, egyszerűen az az úthoz hozzátartozik, hogy belelépsz a kutyaszarba újra, meg újra, de az úthoz hozzátartozik az, hogy felismered először is, meg másodszor is, hogy már lépsz, de már felismered. Már emeled a lábad, már felismerted, hogy nem kéne emelned, de már mindegy, leteszed, és eljutsz ezzel oda majd, hogy eljutsz oda, hogy már nem kötnek beléd karácsonykor, te sem kötsz senkibe karácsonykor, nem lesznek problémák, nem lesznek úgy, nem fogod felvenni ezt. És hogyha így mondogatod ezt a mondatot magadban, ez benned igen okozza azt az egyensúlyérzést, amit végül is itt beszéltünk az elején, igen, hogy minden az ellenkezője is annak, aminek látszik, meg nem is. Meg igen is, meg nem is, meg az is, meg nem is az. Igazad is van, meg nincs is igazad, és így egy ilyen tök szép táncot hoz létre szerintem ebben az energetikában. És amit az Adri is mondott, arra is lehet használni, hogy tök jól elaludjál. Én is ehhez használtam már sokszor, hogy így mondogatom magamban, és így beájulsz. Mert kiüt valóban az elmédet, ezt az agyalást, ezt a túlagyalást, és egyszerűen szabaddá válsz.
a gondolataid, az ítéleteid alól. Uh-huh. És mind a kettő, ez is maga az érdekes nézőpont, és szerintem fantasztikus, tényleg nagyon klassz, én felváltva szoktam amúgy ezeket így használni, éppen melyik jön, és itt szeretném ezt a szabadságot is megadni mindenkinek, hogy ne az legyen, hogy hú, most akkor ezt kell használni, vagy a másikat kell használni, és ha nem azt használtam, akkor biztos a másik működött volna, vagy itt, mert hogy itt jön benned egy érzés, hogy melyik jut először eszedbe, na ezt. Minden az ellenkezője annak, aminek látszik, semmi sem az ellenkezője annak, aminek látszik. Minden az ellenkezője annak, aminek látszik, semmi sem. És ez egy hoz benned egy ilyen béke érzést, hogy úristen, hogy már nem agyalod túl, most kinek van igaza, kinek nem, miért történt ez, biztos miattad, bla 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 bla, hanem így egyszerűen csak így ismételgeted ezt a mondatot, és így kikönnyül. Úgyhogy végül is igen, amit mondtál, az abszolút. De figyelj, ez azért jó, mert tudod, ez a tök mindegy, hogy honnan megyünk, tehát a nap végén azért valami egy. Ugyanezt mondtad te is, csak más szavakkal. Na, hogy de közben meg, ahogy beszéltél nekem, meg az jutott eszembe, hogy szokott menni így a közösségi médiába, tudod, az a kép, amikor áll két alak, és előttük van egy hatos, amit ha innen nézel hatos, hogyha innen nézel, akkor kilences, és mind a kettő igaz, és egyik sem igaz. És szerintem ez a mondat is egy kicsit így tényleg az érdekes nézőponttal együtt így ezt a képet így tök jól szimbolizálja, hogy hello, igen is, meg nem is, és egyszerre minden, és egyszerre semmi. Úgyhogy, ja, jó cucc. Jó cucc. Ezt is azért hoztuk, mert hogy ez is egy ilyen kikönnyítő eszköz, és szerintem így az ünnepeknél is, készülődésnél is, meg magán az eseményeken is, és nem csak karácsonykor, meg szilveszterkor, meg ilyen szülinapotkor, meg ilyesmi, hanem bármelyik nap, bárhol. Ugye ezt magadban ismételgeted, nem kell sehol hangosan kimondani, hanem akarod, és ugye ezek mégis nagyon, nagyon, nagyon megkönnyítik tényleg az embernek az életét szerintem. Abszolút. Abszolút, abszolút. De írjátok meg, próbáljátok ki, nézzétek meg, teszteljétek, játszatok vele ezzel is, meg a másikkal, és tök mindegy, hogy melyik csoportban vagytok, hol néztek minket, vagy melyikünk YouTube csatornáján, csak így mondjátok, hogy ezek így mit hoznak föl. Tehát, hogy miket tapasztaltok, mert én tökre kíváncsi lennék rá. Én is. De amúgy én vágyom rá, és szerintem ezzel a te nevedben is talán beszéltek. Én nagyon vágyom rá, hogy, és tudom, hogy ez sokszor mindig a vezetőtől, vagy a nem tudom, a tulajtól, meg a magától, a fejtől, a fejétől működik, hogy olyan ilyen oda-vissza működő kis csoport legyen, ahol kommunikálunk egymással, és nem csak én, mint az okoskodó osztom az észt, hanem tényleg így megírjátok őszintén, hogy mit éreztek, megosztjátok akár a saját megéléseiteket, ugye a tapasztalásaitokat, hogy kialakuljahasson egy jó kis közösség, ahol egymásra számíthatunk, és mint egy ilyen törzs. Aha, hát arról nem beszélve, hogy szerintem ez. Pont erről a Dobókatával beszélgettem, hogy hányan vállalják egyébként be azt, hogy akár így a fejlődésükről, a tapasztalataikról elkezdenek merni beszélni. Mert hogy akkor lehet, hogy furi vagy egy kicsit. És szerintem a te csoportod is pont ilyen, meg az enyém is, ahol egyébként lehet. Tehát, hogy ilyen olyan emberek csatlakoznak mind a kettőnkhöz, akik hasonlóan kattantak, így a szó teljesen jó értelmében, akik vágyják a változást, akik valamilyen szinten járják a tudatosság útját. Hát hol, ha nem itt? Tehát, hogy alapvetően így tényleg szerintem ez ilyen zseniális kis ilyen óvó, védő, biztonságos környezet lehet arra, hogy megbeszéljük azt, hogy ezek az eszközök hogyan működnek, hogy az, hogy milyen gondjaink, kérdéseink vannak, mert aztán abból van még majdnem
15 napunk körülbelül, vagy 14 karácsonyig. Tehát mi van akkor, ha pont abból a mondatból lesz majd egy ilyen kis reggeli anyag, amit valamelyikötök bedob a kis csoportunkba, világunkba, hogy hello, engem tökre érdekelne az, hogy. Mert akkor abból tudunk mi is töltekezni. Úgyhogy kommentre, a tapasztalat megosztásra, a kérdésre föl. Szerintem menjetek az eszközökkel, és puszi nektek, sziasztok! Sziasztok!